Veretlenül a tabella élén állva vágott neki a tavaszi szezonnak a költség DSE, amely a nyitófordulóban hajdúböszörményben 9 góllal kikapott a hazaiaktól. A folytatásban a Miskolcot 18, a létavértes 11 góllal verte Hadobás István együttese, majd újabb vereség következett, a DVSC harmadik csapat győzte le két góllal kelemenéket. A legutóbbi fordulóban húzdon egy góla jobbnak bizonyult a házigazdánál a diákcsapat, amely így továbbra is vezeti az észak-keleti csoport tabelláját, pedig az edző több játékosára sem számíthatott az eddigi tavaszi meccseken. Régen látott sérülés hullám söpört végig a csapaton, meghatározó embereink közül négyen is kiestek, vagy, vagy csak részben tudtak dolgozni és mérkőzésen játszani, úgyhogy nagyon örülök, hogy mindezek mellett is, ilyen nehézségek mellett is továbbra is élen állunk a felnőtt bajnokságba, és hát ne feledkezzünk a juniorokról sem, akik második helyen állnak, és idegenben megvertük a tavalyi bajnok Debrecen, most 13 gólal junioroknál, úgyhogy maximálisan elégedett vagyok a lányokkal. A költségdíjese minimális célja az egyik dobogós hely megszerzése, persze szeretné megtartani jelenlegi pozícióját az éllovas. Ehhez viszont a csapat előtt álló két rangadót meg kell a hadobás tanítványoknak. Nagyon várjuk a Máté Szalkai elleni mérkőzést is. Természetesen ez mindig egy presztis harc, de ugyanakkor sportbarátaink a Máté a Máté Szalkai vezetők közül többen is tényleg azt mondhatom, hogy baráti viszonyban vagyunk, úgyhogy nem ellenségként tekintünk rájuk, viszont úgy megyünk oda, hogy szeretnénk majd nyerni és hát az utolsó előtti fordulóban pedig következhet majd a nagy valószínűsége minden eldöntő Balmazújvárosi elleni hazai rangadó. Idegenbe őket megvertük, egy csodálatos teljesítmény először. kíváncsian várom, hogy most mire leszünk képesek. A bajnokság április másodikán folytatódik, a költségdélyese viszont csak tizedikén lép majd pályára, akkor a bőcs együttesét fogadja a diákcsapat.